ilyen világ ez. Én a király vagyok, országom hatalmas, mégis egymagam vagyok. Királyi bőrömet nincs, aki megmossa, töhötöm királynak, hát ez lett a sorsa. Mi király kisasszonyt és édesapját kérdezem, a királyt, hogy hogy érezték magukat a mai előadáson? Fantasztikusan éreztük magunkat, nagyon-nagyon jó volt a közönség, fantasztikusak voltak a gyerekek, és ez nekünk rengeteg energiát ad a színpadon, úgyhogy nagyon-nagyon jó éreztük magunkat. Már tavaly is voltunk, a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház, akkor a Vén Diófa Titka című mesét játszottuk, és én már itt többször játszottam más társulatokkal, és az a jó ebben, hogy szabad tér, de mégsem, tehát adott esetben esőben is mehet az előadás, és hogy családok vannak. Ugye évközben mi ezt a mesét szerintem már túl vagyunk a századikon, 3 éve játsszuk talán, és a legtöbb előadás ugye gyerekcsoportos, csütörtök délelőtt, 10-kor, és nagyon jók azok az előadások, ahol az egész család együtt van, mert a felnőttek is szerintem remekül szórakoznak ezen, meg mi is úgy szeretjük megfogalmazni az előadásainkat, hogy a gyerek is élvezze, meg a felnőtt is, ha kevés számú pedagógus, akkor ők, ha meg így családosan jönnek a nézők, akkor meg úgy. Szóval szerintem jó, mi nagyon jól éreztük magunkat, és hát a közönség visszajelzéseiből úgy tűnik, hogy talán ők is. Hogy találja meg egy-egy szerep a színészét? Kiosztja a rendező vagy az igazgató a szerepeket. Furcsa ez, mert ez a negyedik töhötöm, az én figurám, az picit másmilyennek indult, egy szigorúbb, sötétebb tónusú figurának indult, de aztán azt gondoltam, hogy legyen inkább ez egy ilyen bugyutább király, akit sokkal jobb, hogyha a gyerek szereti, mint hogyha fél tőle. Az elején úgy kezdődtek a próbák, hogy ez egy ilyen nagyon temperamentumos, dühös király, de aztán azt gondoltam, hogy sokkal jobb, hogyha olyan, mint én. A gyerekek nagyon szeretik ugye a vicces figurákat, és ez a mai előadáson is látható volt. Igyekszünk úgy alakítani a karaktereket, hogy a gyerekek minél jobban bele tudjanak épülni az előadásba, akár abban, hogy csak nevetnek, akár abban, hogy részt tudnak egy kicsit venni benne, és erre így törekszünk nagyon, hogy viccesek legyünk. Meg van ugye a hős nem viccelődik, meg a Mimimi király kisasszony viszi a drámát, ugye, aki kíváncsian jár kell a világban, és nem tud semmiről semmit, és hát körülötte meg van sok-sok bolond ember, az apja, meg az udvarmester, meg nagyon sok furcsa figura van ebben a mesében. Fésűs Éva egyébként remekül megírta a mesét, mert nagyon jól játszható és szinte szélsőséges karakterek is ad lehetőséget, ami a színésznek mindig öröm, és a nézőnek is öröm, hogyha ilyen furcsa figurákat lát egy mesében felvonulni. Köszönjük a mai előadást, és további sok sikert kívánunk önöknek, és az egész társulatnak. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, és hát remélem jövőre találkozunk újra. Mi lehet a rejtély?